Jó estét kívánok, ez itt a heti jégbüfé. Koltai Lajos operatőr a vendégem, rendező operatőr a vendégem, aki arról híres az én életemben, hogy a legjobb riportalanyom volt, filmügyi riportalanyom ezelőtt 20 évvel. Teljesen elképedten vettem észre, hogy valaki, aki a képekben szuper, az beszélni olyan fantasztikusan tud a képekről, hogy lenyűgözve hallgattam, ez egy Kossuth rádiós történet volt, és tényleg iszonyatosan régen volt. Akkor tanultam meg azt, hogy a mézbarna árnyalat volt a te sajátosságod, amit már Gyulával kevertetek, vagy állapodtatok meg benne, meg akkor tanultam, hogy nem tudom, hogy ez mennyire állandó azóta is, hogy amikor rendezővel dolgoztál operatőrként, akkor megbeszéltétek, hogy milyen színű legyen a film. Ezek maradtak bele égve az agyamba, ezek a történetek. Igen, azt, hogy színem van egy filmnek, ez egy nagy meglepetés, még ma is például Amerikában nem nagyon értik, mondom, hogy miről beszélünk, hogy milyen színű a film, milyen filmet akarunk csinálni. Hát, hogy ezt hogy gondolom? Hát úgy, hogy egy alkotásnak, egy igazi filmalkotásnak színe van, egy sajátos színt képvisel, mert azt akartuk létrehozni, és azt szánjuk üzenetnek, ahogy tetszik. És azt mondják, hogy jé, de érdekes, hogy ő kerül, hogy nem is gondolok, na, hogy ne lenne, hát azért építesz fel valamit, hogy a végén egy ilyen színű filmet. Most például újítom fel a régi filmeinket, a Szabó filmeket, éppen azt csinálom, és megcsináltam már a Bizalmat, ami speciálisan egy kékes, szürke árnyalatba ment. Tehát ez volt az, amikor, amiről, ahol beszélgettünk erről, vagy utoljára, hogy emlékszel erre a mézbarna félhomályra, a Már Gyulánál, pont akkor talált meg a Szabó engem, és azt mondta, hogy arccal kérlek, hogy semmit ne felejtsen, amit eddig csináltál. Semmit. Mindent őrizzünk meg, mindent használjunk, ahogy szereted az emberi arcot, minden. De menjünk egy másik világba. És ez borzasztó jött nekem, és ez volt az, hogy rögtön a Bizalomba hívott elsőnek, ez 79-ben volt. Rögtön 40 éve. Oszkár jelölést is hozott rögtön, és elkezdtünk egy egészen furcsa, zöldes, szürke filmet csinálni. Na most azt létre kell hozni, és a végén úgy tűnik, hogy ma már megnézed, akkor az egész film úgy együtt olyan, mintha egy festmény lenne, ahol uralkodóan azok a színek. Bocsánat, hogy hülyeséget kérdezek feltehetőleg, mitől lesz olyan szín? Aki létre kell hozni, ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon fontos dolog. Mindenki azt hiszi, hogy egy film az úgy, hát bemegy az ember, filmezget. Nem. Az egy díszletbe készült, de annak minden árnyalatát, mindent nekünk kellett létrehozni. Hogy milyen kabátban volt a Bánsági Ildikó, hogy milyen szürke volt az a blúz, ami rajta volt, az speciálisan a Pista hozta kint Németországból, és ennek, hogy olyan szürke legyen, amiből mi beszélünk. A bútorokat, a fal színét, aztán egy vagy két hétig festettük. Egyfolytában, hogy nem jó, most olyan. És akkor annak megfelelően a világítás lett olyan, hogy egy szál izzó égett például egy csillárban, ami nem spórolásból volt, de mondjuk, hogy mégiscsak a háborúban vagyunk, és elképesztően létrehozta azt a világot akartuk mondani, hogy látod a tükörben, például amikor először megy a nő egy idegen területre, bemegy ebbe a lakásba, ahol egy férfivel fog találkozni, és együtt kell élni vele, életében nem láttam, mert ilyen a helyzet történelmileg. És beül úgy, hogy látod, hogy a tükörben látod, hogy ég a tűz a kájában, az egy cserépkája. És mégse érzed a melegét. Ez volt a lényeg, hogy melege nincs, csak jelen van. Mert a nő úgy ül le először az életében téli kabátba, egy ágynak a szélére, hogy annál idegenebből és rosszabbul kevesen érezték magukat a világban még. És azt éreztetni kellett képpel, fényel, színekkel, hogy ez most a leghidegebb találkozás valakivel, ami létezik. És ettől aztán kialakul a film, és ahogy most csinálom újra, most a Réd Lezredest fejeztem be éppen, hát annak is egy speciális hideg világa van, ugyanis ott egy vágyból, egy gyerekkorból indul, és egy vágy, ez szerintem mindig szeretne följebb jutni, és beljebb jutni. És az a világ, az melegebb és furcsebb, de oda vágyik. Ahol van a katonos, az hidegebb. És akkor néha így ez a hidegség melegre vál, de igazán nem. És a melegség fokozatával is tudni kell bánni, hogy mikor, milyen értékig éri el valakit, ha levegy a lelkét. És a szenvedélynek a színe az mindig meleg szín, mert hogy ugye a karrier szenvedély nem a szerelmére gondolt. Én amit így mondod, melegnek gondolom. Az akarat színe az meleg. Melegnek gondolom a szenvedély, de a szenvedély az inkább belül van. Az inkább a színészi játékban látszik, az, hogy valaki szenvedélyesen van jelen, az nagyon fontos, nekünk nagyon fontos, mert akkor az megjelenik a szemébe, és annál fontosabb nincs. Ezek az újracsinálások mit jelentenek? Azt jelenti, hogy van egy fényt, meg mi is. Igen, mindent előről kell kezdeni, ez egy úgynevezett 4K-s technika, ez egy digitális technika, ezt most a világban mindenhol csinálják, hogy a régi filmeket felújítják digitálisan,
Tehát hogy lesz egy digitális negatív, és hogy megőrizzük, ugye? Igen, de a megőrzés az azt is jelenti, hogy ez egy értékmentés is egyben. Tehát megcsináljuk előről eredeti negatívval, most leképezve egy digitális negatív, és oda, ott ugyanúgy elkezdjük fényen, hát ugyanúgy meg kell adnom a színeket, amiről beszélünk éppen, ugyanúgy, és hát itt egy nagyon furcsa dolog van, mert ugye a referencia az alig létezik, 40 éves filmeken szinte minden színe el van már tolva. Tényleg? Hát ezt elfáradnak, elvesztik, a Kodak is elveszti a saját színét, persze. És ilyenkor csak a memóriából tudsz dolgozni, hát abból, ami az emlékeid szerint, hogy milyen volt, azon túl, hogy én tudom, hogy milyen filmet csináltunk, illetve csak én tudom, meg a Szabó, és azt szerint próbálom újra csinálni mindent, de olyan munka, hogy elképesztő, hogy mindent ugyanoda visszarakni, és néha eltévedsz benne, és a hideget hidegebbre gondolsz. Azt hittem, hogy a kompjúter az ebben nagyon segít. A kompjúter semmit nem csinál benne, az én vagyok végig. Annyi a kompjúterre hajtjuk végre azt, amit mi akarunk. Okay, be van oda az... ütögetve, hogy mit csinálsz, azzal jön létre a szín. De a következő 14 percet abban a színbe tartod, amit megkomponálsz, nem? Tehát, igen, hogy abba, ez nem... azok az emlékek, amit a kompjúter, ő nem, azt nem tudja, ő nem tud létrehozni, csak azt, amit mondasz neki. Aha. Hát ez és olyan nincsen, hogy kedvet támad egy kicsit eltolni azon, amit... Ez most egy érdekes dolog, amit kérdezel, hogy volt egy film, miután elvállaltam, hogy a mesterem Illes György filmjét is felújítom, mert hogy nincs. És egyikben a Hangyabolyban, a Fábriban, csinált, abban én voltam a kamera mögött, épp hogy kijöttem a főskörre, az Illés kiszúrt magának, és azt mondta, hogy ez a srác jön velem, ahogy végzett. És így is volt. És az egyik legnagyobb Fábri filmbe, hogy bekerültem a Hangyabolyba, tele volt a legnagyobb magyar színésznőkkel, és színészekkel, egy csodálatos történet, apát az Ádába játszottuk, ez a Kafka Margit regény. Igen, igen. És egy gyönyörű történet, és ott megpróbáltam valamit, és tudtam, hogy a tanár úr nem rúgna engem fenékbe, sőt, hogy ott egy olyan érdekeset próbált például, hogy a sminkek alá, mert ugye azt akarta, hogy ezek soha nem láttak napot, ezek az emberek élnek ott a falak között úgy, ahogy élnek, és egymással küzdködnek, ilyen hatalmi küzdelem folyik belül, meg érzelmi küzdelem is folyik belül, és hogy ezek a napot sose látott embereknek elkezdtek, hogy ő nagyon sminkelt, és soha, de a papi nagyon szerette a sminket, és ugye smink alá beraktunk egy furcsa kis kékes anyagot a smink alá, amitől még sápadtabbak lettek általában. Most ezt tudtam, így most digitális, tudtam egy kicsit jobban hangsúlyozni, mint a sima negatív, pozitív formában, aha, ahogy régen dolgoztunk a Kodak. Belekékítettél oda nem lett, egy kicsit hozzányúltunk, nagyon finoman ezt a kékességet, ezt az idegenséget próbáltuk hangsúlyozni. Ez például egy ilyen belenyúlás lehetősége volt, és tudom, hogy a papi most így veregetni a vállamat. Szentről leszólt, hogy ez így rendben ez van. Így rendben van, sútyikám. Ez így rendben, a szó szerint, igen. És a sajátodban nincs ilyen ingered, hogy egy kicsit megváltoztass? Nem. Mindazon, amit most módon, a technika tud? Érdekes módon nem volt. Vagy úgyse hagyná a szabot. Annyira komolyan végrehajtottuk azt, amit akartunk, mit a nagyon megtervezetten dolgoztunk minden közös filmünkben, hogy nincs miért. Szóval nincs miért, hogy most én más próbáljak meg. Megöregettem azóta persze, meg minden, hogy azt mondaná az ember, hogy most másképp gondolkodom. Nem. Mindig visszamászom oda, ahol az igazi kiindulási pont hozna. Neked nem volt szürke hályogod még, ugye? Nem. Ha van, akkor állítólag, ha kiveszik a szürke hályogot, kap az ember egy műlencsét, hogy akkor állítólag iszonyatos intenzitással látja a színeket. Gyuri bácsának meg volt pont a mesteremnek. Még nagyon korai, akkor még az első ember volt, aki operálta Magyarországon. Ezt a papírnak nagyon meglett mind a kétszer, és azt mondta, hogy te szinte szörnyű, hogy mennyire jól látlak. Szóval annyira jól látlak, hogy már zavarja. Nem tudom, mit csinál, de hála Istennek nem volt nekem még. Nem. Az egyébként pokol, amikor te rendezel és alattad dolgoznak nem, az operatőrök? Nem, mert tudod, az a baj, hogy a nagyon sok rendező világban hiányzik a vizuális képessége. Hogyne. Úgy dolgoznak nagyon sokan, hogy csak bizonyos dolgokat kavarják, ő a rendező, és mondja magát, de igazán nem tud a vizuális dolgokról, általában nagyon nem tudnak róla. Ezért használnak, Amerikában nagyon nagy divat, hogy tegyünk mellé, hoznak egy első operátor, aki először csinál valamit, jön valamilyen commercial business, úgy hívják ez a, tehát a reklámfilm világban. És akkor azt mondják, hogy legyünk mellé egy erős operátor. Általában ez van, hogy akkor oda szerződtetnek valakit, hogy az majd megcsinálja a képet, vagy uralkodik rajta, vagy legalábbis tereli jó irányba. És ez történik, ez nálam is volt, nagyon sok ilyennel dolgoztam, hogy az volt a lényeg, hogy én erővel megcsináljam azt, amiért engem oda hívtak például Amerikán, hogy legyen erős a kép, hogy legyen vizuálisan kép. Rendben, hát persze. Hát volt ez az ural, volt régen Magyarországon, emlékszel a... Kell, hogy emlékezz ezekre az időkre, amikor azt mondták, hogy operatőr uralom van Magyarországon. Persze, hogy emlékszem. És az azért volt, mert olyan rendezőink voltak sok, sajnos, és Isten nyugosztja őket, olyan is van köztük sok, szerettem is őket,
hogy nem tudták igazán, hogy miről van. Tényleg nem tudták, és akkor jöttünk ez mi. Ez nagyon érdekes. Akkor jöttünk mi, és mi csináltunk. És mindig csináltunk egy külalakilag olyan filmet, ami teljesen mozifilmnek nézett ki. Az meg, de belül egy csomó helyen nem volt megszámasztva, a forgatókönyvileg, ez baj volt. Aha. Emiatt egy csomó dolognak, ugye nem jutott sehova, szép volt, de nem jutott sehova. Én mindig azt hittem, hogy a rendezőnek van meg a víziója. Van, ezt csak leírják, mert ez nagyon hatásos mondat a kritikában, hogy a vízió. És kérdezik, hogy a vízió az nem onnan van éppen. Ez nem a szabóra van, akinek nagyon erős víziója van. És éppen ezért tudunk együtt gondolkodni filmről. Oké, és még egyszer visszatérek arra, hogy mert ez a klasszikus beszélgetésünk, ami 20 évvel minimum korábbi, amire én hivatkoztam, hogy mennyi mindent jegyeztem meg, megtanultam abból, amit akkor mondtál, akkor én megkérdeztem, hogy akarsz-e rendezni, és azt mondtad, hogy nem zárod ki, de egyáltalán nem voltál ilyen rá izva erre a lehetőség, vagy nem beszéltél így róla? Nem, ez úgy volt, hogy nagyon sokan kíváncsiak voltak arra, hogy mi lenne, ha én rendeznék, és ez egy jó első dolog volt, hogy még Amerikában is mondták, hogy ezért szívesen látnék egy filmet, mondta egy producer, hogy amit te rendeznél, és akkor ez egy jó eset, de hát nem volt közöm semmi ez, ami igazán az enyém lett volna. Aztán volt egy film egyszer, csak valaki nekem írt valamit, ez egy hosszú történt, azért nem mondom el, és ez végül is nem valósult meg, de az például akkor már nagyon közelébe voltam annak, hogy ez film lett, mert mindenki akarta, hogy én filmet csináljam. És te is akartad? Akkor, tulajdonképpen én akartam, kacérkodtam benne, de tudod, el kell jönni annak a pillanatnak, mert ez igazán megtörténik. És ez akkor volt, amikor a Kertész Imre azt mondta, hogy azt akarom, hogy te rendeld a sortot. Elég magasan kezdted. Ezért mondom, igen, hogy akkor el kellett jönni, és az volt, tudom, hogy az volt a megfelelő, hogy nem kellett volna hamarabb. Biztos nem lett. Az volt az igaz, amikor azt mondta, leültünk, beszélgettünk, nem ismered ezt a történetet, mikor az Imre megkérte, hogy mondjam el neki, hogy mit akarok csinálni, és elmondtam, és azt mondta, na, végre valaki érte, mit írtam. És akkor elkezdtünk beszélni részletesen, linearitásról többek között. Ugye a holokauszt történet az itt kezdődik, és itt van vége, nincs mellékutca, és azt mondta, hogy fogod megcsinálni, mint filmes, mert hogy ez nem vonzó egy filmes szemmel, hogy nem tudsz hova bujkálni, csak menni tudsz az úton a végig, az elejtől a végig, a megsemmisülésig. És mondtam, hogy ez érdekel a fiúba bebújni, és onnan kinézni, és az érdekes az egészben, hogy látja ő meg, mit akar ebből a világból egyáltalán megérteni, hogy mit tud és mit akar menni. És azt mondta, hogy ez borzasztó név. Ezt nagyon tetszett neki, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor vége az volt, hogy odament a telefonhoz, és azt mondta, hogy ezt a filmet te rendezed, és fölhívta a megfelelő embert, hogy a Koltai a rendező. És ennek a döntésnek volt igazán súlya, és ennek a döntésnek volt tisztasága, úgyhogy úgy jött vele valaki felém, hogy tényleg hitt abba, hogy ezt én tudom. És mindig azt kérdezte. És te is hitted rögtön hittem, az első pillanatban? Abba végig hittem, hogy ezt nekem kell. Igen. Valamikor elkezdtem olvasni, épp a Malénát forgattam Marokkóba, vittem magammal a könyvet, és minden nap olvastam, és mondtam, hogy nem is tudtam, hogy van ilyen iroda. Nem, én létezik ilyen magyar iroda. Ilyen csodálatos önnem. És ott nagyon azt éreztem, hogy hú, de jó lenne most átlépni abból a kategóriából a másikba. És akkor mindenki kérdezte. Tényleg ott kitaláltad, hogy ezt megcsinálnád? Ezt mondtam, mert amikor visszajöttem, akkor a Radnóti Zsuzsát te ismered, a Vixinet. A Zsuzsa, azt mondta, amikor megjöttem, igen, azt mondta, hogy téged ez tényleg érdekel, mert hogy az Imre érdeklődik utána. Ez így indult. És akkor mondtam, hogy engem nagyon érdekel. Hát akkor összehozott egy vacsorát csak azért, hogy mi egymás mellett ülhessünk aznap este az Imrével. És az Imre már akkor letett az asztalra egy könyvet, ami forgatókönyv volt, amit meg a Spiro Gyurival együtt írtak. És akkor annak alapján kezdtünk beszélgetni, annak alapján mondtam én el, hogy mit gondolok, és akkor azt mondta, hogy ha ezt tényleg meg akarod csinálni, itt komolyan, akkor én megírom neked ezt, mert itt egy csomó dolog érzelmileg hiányzik, amit én bele tudnék rakni. És akkor 10 oldalanként küldte nekem, hogy mit szólsz hozzá, és soha nem írt forgatókönyv. Viszont az életem legfontosabb támasztéka volt, hogy ezt az Imre csináltam. Mert abban a pillanatban, amikor elveszett vagy, mert nagyon sokszor vagy elveszett, csak nem akarják bevallani. Nagyon elveszett tudsz lenni egy forgatáson. Magányos is elveszett. Ó, persze. A csapatmunka, arra beszélünk a csapatmunkára, ez olyan magányos vagy a döntéseidben, mint a fele, azt kell, hogy mondja. És akkor visszamész, és nincs más, csak az irodalom. Hogy ott a forgatókönyv, és akkor az a támaszték. És mindig meg kell valahol tudni támaszkodni. És akkor néztem, hogy ott volt egy fél mondat, lehet, hogy csak egy szó, amit tudtam, hogy tudok tovább menni. Sose képzeltem, hogy ez így megy. Persze, nagyon magányos a döntés, az egy magányos dolog, ezért nézel körül, és vagy el vannak fordulva, vagy félig, szóval nem jön vissza, és akkor azok az emberek, akik számít, azok rád néznek ilyenkor. És akkor tudod, hogy ott meg tudsz támaszkodni. Erről én nagyon sokat beszélek, mert ez így van. Mi mindig mondjuk csapatunk, hogy igen, persze, mindenkinek el kell végezni a munkáját. Lehetőleg jól, ahhoz, hogy összeálljon az, amit te akarsz. Ugye a végén lesz egy kép, amit úgy hívnak, hogy ez a film az enyém, és én képviselem.
De ezokra a támasztékokra iszonyú szükség van közben, és abban nagyon kevés van. Ez nagyon fura, mert olyan nagyon magabiztos vagy. Az ja, persze. Sose, úgy egyébként. Sose merült föl, hogy pont munka közben támad valamivel kapcsolatban ez egy kétséged. Lelki, ez egy lelki támasztó. Arra van, hogy vagy a döntésed, hogy látod, hogy jól döntesz. Jó dolog jön vissza, hogy... Igen, de hiszen a te fejedben a kép az ötször annyira megvan, van jelen, mint másnak. Csak... Hát akkor mi a kétség? A kétség tárgya. Csak az, hogy közben úgy, hogy jót csinálsz, vagy nem, ja. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy most ez jó irányba mész, vagy nem, és ez még mindig lehet eltévedni a végén, hogy azt hitted végig, hogy jó, és a végén kiderül, hogy nem. És kinek illetve a szava csomó dönti ember... aztán, nem a sajátod? De végül is én végül is úgy vagyok vele, hogy a kritika olyan nagyon nem, szóval az uh-huh. nagyon nem ér. Az, hogy le van épp, ez, hogy jó, le van írva, jól esik egy csomó mondat, de igazán nem tudsz vele mit kezdeni, mert nagyon tudod, hogy milyen úton jársz. És az a pár ember úgy is megvan, neked is megvannak az embered, akikre hallgat. Persze, azoknak... neked mondjuk nehezítő tényező volt, hogy nyilván kertésznek meg kellett felelni. Tehát, hogy ha én egy ilyen Nobel-díjassal kooperálnék, akkor biztos az lenne. Nem is akart jönni, hogy... azt mondta, hogy nem is akarok oda jönni a forgatáson, nem akarok zavarni. És nem is ment oda? És nagyon nagy dolgot vett észre, amit kevesen vesznek észre, hogy az irodalom és a forgatókönyv között nagyon nagy különbség van, és két különböző műfaj. Uh-huh. Ezt rögtön az elején észre, és azt mondta, hogy soha nem fogom rajtad számon kérni a regény. Na, ez az alap, mond. És az minden kritika abban merül ki, ha látod, hogy elkezdenek összehasonlítást tenni a regény és a film. Semmi köze nincs hozzá. Ez egy másik műfaj. És a forgatókönyvből született, ami már eleve egy másik műfaj. És ezt az Imre rögtön tudta, és úgy is jött, nem jött oda, egyszer jött oda, az egy szörnyű találkozás volt. Igen? Már meg volt építve, igen, meg volt építve már a tábor, az a sátortábor, az a Cejci tábor, ahol ő legtovább volt. És hát ugye nem volt más emlék róla, egy kő van ott a sarkon, le van téve, hogy itt volt a Cejci tábor, egy sátortábor volt, uh-huh. sem. Egy ember őrzi ezt ott a faluban, és jól is ismeri a kertész, nagyon jobban voltak. Tehát a kertész leírás alapján tudtam csak megépíteni uh-huh. a díszletet, ahogy az Imre halálpontosan írt elem mindig, ahogy Buchenwaldot is, hogy van ez a dolog, és hogy nézett ki, és azt szerint építettük persze úgy, hogy nekem jó legyen a filmhez, amit forgatni szeretnék, hogy azt abba le tudjam forgatni, hogy a teret megcsináljam abba, ahogy a gyerek a végén visszanéz a táborra, aha. a répaleves, amikor már viszik a kocsin a kerek között, és megy az arc előtt a kerék. Azt persze pontosan meg kellett tudnom, hogy így akarom megépíteni, hogy meg tudjam csinálni azt a képet, amiről álmodtam. És akkor az Imre kijött, egyszer is kész volt a Cejci tábor, és akkor láttam, hogy bajban van, és azt mondta, hogy közelebb ment, láttam, messziről néztem, és megállt a bejáratnál, és bent kész voltak már ezek a kólyák, amin aludtak, mert minden ott volt. És azt mondta, hogy na, én itt most ide nem tudok belépni. Ez túl jól sikerült. Ez annyira rendben van, hogy én ide most nem mennék be. Ez nagyon furcsa volt, de nagyon szép pillanat volt azért. Hát persze, és akkor sikerült tökéletesen megvalósítanod a leírást, ebből ez következett. Kialakult egy erős emberi kapcsolat köztetek? Nagyon, nagyon, nagyon jóban voltunk, és borzasztó volt, hogy bízott, tényleg bízott benne. Alig várta, de egy gyerek úgy várta, hogy először képet lásson. És először egy Németországban, pont Berlinben, ahol ő élt, Berlinbe kevertük a filmet, mert volt benne német pénz. És mikor végre szóltam neki, hogy bejöhet, hogy jöjjön be és nézzen. Hát láttál gyereket, nyitott szájjal előre dőlve, hát ugye ez, hát, mert ugye valami megvalósul, amit ő tényleg álmodott, ott benne van. Mindig ő mondta a legszebbet, hogy ezek a szavak, ezeket, amit én leírok, ezek ott fekszenek benne a papírba, ólombet. Hát ezek, amik föl nem áll, és ez a szereplőnek a lényeg, hogy addig nincs Kövess Gyuri, amíg föl nem áll a betűkből, és elkezd feléd jönni. És attól kezdve ő a Kövess Gyuri. És ez az én döntésem. Ez a másik, hogy attól kezdve az én Kövess Gyuri, és az én sorstalanságom. Ezt nem lehet, mert mindenkinek 600 félét képzelt arról, hogy néz ki a Kövess. Uh-huh. Mint ahogy én is, ha irodalomban olvastad, hogy hát az biztos így. Nem. És azt meg soha nem kerestük, és az Imre se akarta, hogy úgy nézzen ki, mint ő. Uh-huh. Hogy jó, milyen gyerek volt, egyébként nagyon helyes gyerek volt. Most láttam róla egyébként igazi gyerek, hogy nagyon helyes gyerek volt. De soha ő sem, amikor azt mondtam neki, Citron Bandi, a egyik legfontosabb szerep, ő a úgynevezett Regarding Angel, tehát aki fölötte száll állandóan és segít a fiúnak, valahogy helyet találni ebben a szörnyűségben, akkor mondtam neki, hogy Imre, itt van ez az arc, nézd már meg, hogy azt mondja, hogy Magda, jöjjön, mindig a Magdát mindig hívtam. És azt mondja, nézze meg, azt mondja, hogy a Citron Bandi egyáltalán
De ez fantasztikus. Nagyon jó. Nagyon jó. És egyébként Nagy Marcellal megelégedett volt? Ő is, meg te nagyon is? Szerette, és a Marcell a legnagyobb tisztelettel volt felé, és nagyon szerették. És nagyon, amikor először meglátta, akkor csak Magda jön ide, amikor először mutattam. Én néztem meg, hogy milyen, hát ez fantasztikus arc. És akkor hát most meg a Marcellra úgy vagyok büszke, hogy éppen diplomázó operatőr. Éppen ezt akarom kérdezni, hogy és az jelent neked valamit, hogy hát és örülök, sikerült ott egy operatőrt készítened? Ulászkodott körülöttünk, és én megmondom őszintén, hogy nagyon örülök annak, hogy nem ment színész, mert láttam, hogy ott az véget ér az út előbb-utóbb, és ő is rájött belül. És nagyon elkezdte érdekelni ez a fotográfia. Tőlem kapott egy fényképezőgépet az utolsó forgatási napon, és akkor azzal kezdett fényképezni, egy elég jó gépet kapott. És akkor látom, hogy főiskola is felvett. Hát ez... Nem is mondta meg neked, boldog, hogy oda megy, és nem is... De nekem felhívott, és azt mondta nekem tulajdonképpen, hogy Sütyi bácsi, mert úgy hív, Sütyi bácsi, hogy most a legboldogabb, hogy ő nagyon tudta, mert nem vették föl színésznek, viszont ide igen, hogy nagyon jó, hogy így történt. Ő tudta, hogy innen ki kell lépni. És most egy érzékeny, nem sok mindent láttam tőle, mert nagyon óvatosan mutat valamit, és nagyon zárkozott. De ebben a pillanatban már diplomát. Te meg nem akarsz. A művész diplomát szerzi már meg. Igen, mestervizsgát. Hát azért ez szerintem nagyon nagy öröm vagy elégtétel, vagy nem tudom micsoda, hogyha az a színészed, akit te választottál, az a körületed élésből egyszer csak a te korábbi szakmádra repül rá, és lehet, hogy a vége az, hogy majd még rendezni is szeretne. Igen, könnyen lehet. Nagyon örülök, nagyon tisztelettel csinálja ezt, jó a hozzáállás, jó az ízlése, finoman dolgozik, finoman gondolkodik a fényről. Ez szépen, és ez ott ragadt. Tehát azért a film egy nagy iskola volt. És még mindig a fénnyel kínozol mindenkit, aki a kezed alá kerül? Hát én a fény nekem a legfontosabb. És az, hogy fényt látni kell, az, hogy egy reggel például nem biztos, hogy jelent valakinek valamit, nekem nagyon sokat, és nem látják. És akkor veszem észre, hogy hiába mondom, nem látja. Tehát tényleg kell egy érzék, hogy nem látja, hogy az attól szép, hogy az úgy áll az a fa, és akkor hogy éri a kérgét az a nap, és ettől most másképp. Ezek álmok ott. Úgy tud megjelenni egy utca egy reggel, hogy az álmom része vagy. Attól, hogy úgy süt a nap, és nem másképp. Az és oda, és nem máshova. Ez nagyon nagy, hogy mondjam, csak kíváncsisággal hallgatom, csak még közben egy pár dolgot meg akarok veled beszélni. Az egyik az, hogy tök véletlenül tudtam meg, hogy mindjárt Óbuda díszpolgárról lesz, elmondom egy hirtelen váltással, és hogy már mindenféle elismerésed megvan. A Budapest díszpolgárság is megvan. Már az is megvan. Igen, és én mondtam is nekik, és mondták, hogy igen, de hogy itt valakiben fölmerült, hogy hát akkor itt nem kéne kérni, mégis Óbuda szülötte. Mindig elmondom, hogy anyám Hufnagel lány volt valóban, és azért annál Óbudai név nincs, három lány volt, és egy fiú, ez az István is volt, a Hufnagel Pisti is volt. Egy igazi Hufnagel Pisti is volt. Igen, de nem őről van a vicc. És volt, egy négyen voltak testvérek, és a Kenyeres utca, Szomorúság, a legbelvárosibb, már Óbudán belvárosi részen születtek a házban, sajnos nincs meg, és én is ott, és én az iskola mellett születtem. És az ilyen klasszikus kis ház volt, Óbudai igen, egyemeletes? Igen, vagy ilyen, nem is volt, aztán nem is biztos vagyok, aztán emelet sem volt, igen. Én azt nem láttam, azt a házat már. Ja, hogy de igen, és, de hát egy fantasztikus, hogy onnan jött ki a nagymamával, és együtt is éltünk úgy, hogy anyám vart otthon, nagymamám segített neki, mert ő Szücsnél dolgozott Óbuda. És egy ilyen Óbudai lesrác lettem, és mindjárt az elején a Körösi Csomába jártam, és mellette lévő házban születtem. Tehát át kellett csak menni így az utcánsban, és ott is ott kezdődött a sutyizás már. Hogy ott már minden tanárom, az igazom, mindenki is sutyi, már akkor sutyi lehet, és a mai napig az vagyok. És ez teljesen, és ez már nagyon Óbudai, ez a része is. Úgyhogy én nagyon szerettem Óbudát, sőt, csináltak rólam ilyen portréfilmet? Portréfilmet nem is egyet, de volt egy ilyen, ez a földrajz, és ugye a szerelmes földrajz, az a cím, és ott kifejezetten csak Óbudát jártam körül, és hát mindenről van emlékem, mert ott kezdtem ezt csinálni, ott kezdtem azt csinálni, még színész is voltam egy darabig, mert harmadikos gimnazistaként már egy háromfelvonásos darabba játszottam, gázgyári színházba. Forgó, színpados, azt a minden. Igen, 17 évesen. Nagyon tehetséges voltál, csak véletlenül ragadt el a kamera? Mint minden kultúrás esemény, én csináltam ott az iskolában. Együtt a Kaplony Mikivel, ketten voltunk, aki ezt csináltuk. Minden tanárom azt hitte, hogy színész leszek. De meg minden szavaló versenyen indultam, és nyertem is. Úgyhogy volt egy zseniális magyar tanárom, a Tiszavölgyi István, aki eltolt engem a humán irányba, pedig reálba jártam sajnos.
vesztemre. Ma azt mondja a tanárnő, amikor találkozunk, még megvannak az érettségén, hogy azt mondta, hogy Zsuzsikám, ha én tudtam volna, hogy mi lesz belőle, soha nem bántottalak, hogy ott a matematikát, annyit kínlottam vele, hogy csak ne. Úgyhogy igen, onnan épült ki ez a dolog, hogy, és elmentem a Humán felé, és hát ott az óbudai területek, azok az én terület, akkor még igazi gázgyár volt, és olyan volt, ott még volt igazi színház, képződ, én itt később, én még voltam ott, rájöttem, de nem lettem több 3-4 évesnek. Ugye a gázgyár területén volt vasfüggönyös színház, volt bent. Igen, és azokat minden. Ugye amiben már én játszottam, az egy ahelyett épült, ugyan forgószínpada volt, meg hát ott vetített az életem első amatőr filmjét, ott vetítettük, kivetítve rendesen. Hát akkor téged millió dolog fűz Óbudához, teljesen nagyon, rendben van, hogy díszpolgár leszel nagyon. Egy percen belül, ugye szombaton? Hát nagyon, jövő szombat, igen. Az a helyzet, hogy a sutyizás megütötte a fülemet, a sutyizás az a te szabad egyetemed, úgyhogy gyorsan ezt igen. is tudjuk, hogy csak élvezeti értékkel van fűszerezve. Tehát eleve az élvezet, ahogy te előadsz, de hogy még utána eztek, vagy valamilyen... Igen, ez olyan, ez egy közösség, ez itt nagyon közel van a Király utcában, nem mondom a nevét, ez egy nyelviskola, az alapja, és az egész ház az ő tulajdonukban van. És annak a pincéjében, most már a pincéjében tartunk, mondom, 36. lett belőle, ez azt jelenti, hogy az én filmjeim, és mindig előtte is beszélek, utána is beszélek, és aztán mindenki ilyen piknik alapon hoz valamit magával, ez sütemények, ital, egyébként, és főznek is van. Tehát mindig van egy meleg étel a végén. Ez teljesen mindegy, hogy az turos csúsza, teljesen mindegy, de együtt maradunk, ez a lényeg. És nagyon szeretik, mert az elején olyanokat mondok, hogy másképp tudják nézni a filmet. És azt mondják, hogy olyan jó, hogy mondtad, hogy azt keresik benne azokat a pontokat, amiket mondtam, hogy miért csinálunk meg valamit, és mi az igyekezet benne, hogy az eljusson hozzá. És ez nagyon segít egy csomó dologban. És utána meg még mondok ilyen, ami eszembe jut, anekdotákat, mi történt a filmben, hogy történt minden. Szóval a végén marad egy kerek kép arról, amit láttunk, és másképp viszi haza az ember, ez a lényeg. Minden filmről lehetne írni egy ilyen rövidebb regénykét, hogy hát, mi történik rengeteg közben. Minden, az amerikai filmei voltak itt, ez mind érdekes, mert csak a színész, akikkel dolgoztam, az is önmagában borzasztó érdekes nekik, hogy viszonyultam hozzájuk, meg ők hozzám. Ez az Amerika, ez egy külön fejezet az életedben, és azért Magyarországon nem nagyon csináltak karriert rajtad kívül, illetve hát azok, akik ott maradtak, azok csináltak, mert Zsigmond Vilmos, azt nem lehet mondani, hogy nem csinált karriert, de azzal együtt a te beilleszkedésed, az totál harmonikus volt? Tehát mitől tudtál te ott kedvencével állni, úgyhogy a saját filmjeidhez mindenféle világsztárt megnyertél? Hát a filmjében ugye engem ott alkalmaztak, de stúdiókhoz, a legnagyobb stúdióknak dolgoztam, szinte mindegyiknek, Paramount-tól, a Warner Brothers-ig mindenkinek dolgoztam. És oda, hogy jöttek ezek a nagyszínek, jöttek ezekbe a filmekbe. De hogy engem elfogadtak, az volt a nagy dolog, hogy engem elfogadtak szinte rögtön, hogy itt van egy srác Európából, aki egy kicsit másképp látja az ember. És akit mert ez azért hamar elterjedt. Annyira integrálni, nem? Tehát, hogy te képes voltál végig megmaradni egy odajáró művésznek, vendégművésznek. Megmaradtam az óbudai srácnak, aki így és így gondolkodik, és innen viszi Óbudáról egy csomó dolgot magával, amit éppen valaki, egy fiú akar velem beszélgetni, pont a Marcel osztálytársa holnap, vagy hónap. Arról akarom beszélni, hogy mi az, hogy operatőri ihlet. Mert erről akar írni, hogy honnan jön. És ez nagyon sok otthonról jön egyébként, nem máshonnan. Tényleg? Otthonról, alapélmények. Saját fények, hát színek, gyerekkorból? Fények, persze, ott van velem. Ott volt a Megáz időben, ott volt az Angiverában, ott mindig kutatják, és mindig kérdezik, hogy ott volt. Igen, hogy azt nem tudod, csak ott van, benned. És akkor ezt csak elkezdett építeni valamit, és kérdezik, hogy arra van alapod, onnan építkezel. És ez a te óbudai gyerekkorod, ez az, ami van, Los Angelesben forgalomképes nem, hát volt? Például meg az idő, ami ugye átütő volt Amerikában, az abszolút erről szól, ugye, hogy onnan, hogy néz ki egy iskola, a tanáraink, minden. Hát ott összeraktuk a képet együtt, még a Bereményi, meg a Gotár, meg én, és akkor így lett egy világ, és hát az olyan színű, az teljesen olyan színű, mint az iskola, ott Óbudán. Ez tényleg, ez érdekes. Ez furcsa. Igen, szóval... Szerencsém volt, hogy szerettek, nagyon hamar a színészek is elfogadtak, és nem azt nézték, hogy itt egy idegen srác jött Európában, mit akar ez, mit keres ez itt, hanem hogy milyen jó, hogy velünk van. Mindjárt baromira tudtál angolul? Nem mindjárt, de elég hamar. Szóval annyira, hogy hogy megéljek vele. Igen, nem, elején nem tudtam. Én Németországban dolgoztam előtte a Szabóval. Sőt, aztán a Brandarrel, én csináltam több filmet a Brandarrel, Pista nélkül. És olyat, mint a Brandar rendezett, olyat is csináltam a Thomas Mann, Mara is, Varázslót is megcsináltam. És ott németül beszéltünk a Klausszal,
és néha angolul, mert ott már azért már ez keveredett ez a dolog, és aztán jött ez az első megkívásom a 86-ban a Gabi című film, ami Mexikóban volt, te ezekről tudsz, és ott amit a Liv Ullmannal csináltam, meg a Normálán, tudod, és ott kezdtem el az angolra való barátkozást, és aztán ütött át a dolog, hogy aztán meg csak angol, csak amerikai sokáig, és így. De mondom, hogy mindig úgy tekintettek, és ezt merem mondani, mi magunk között különösen, hogy a végén úgy tekintettek, még az Este című filmem, először rendeztem Amerikában amerikaikkal amerikai filmet, amit ugye nem sokan csináltak, és ott úgy tekintettek, mint Európából jött ajándék. Szóval kimondták. Kimondták. Többször a producerek. Benne van a filmben, a referencia filmben, amit a filmmel együtt adnak ki, hogy akkor ugye jött nekünk a Lajos, mint európai ajándék. Többször megkaptam. Hát azért ezek, be tudják arra hogy magával nem? Hozta azt a kultúrát, magával hozta azt a látásmódot, meg magával hozta a szemléletet akár a fényekkel, együtt, tehát, ahogy az ember, mondom, hogy dédelgetem az arcokat szó szerint, azt ők nagyon szerették, és azt ajándéknak tekintették. És a speciális viszonyod a nőkkel, a színésznőkkel, a nagy megasztárokkal, akik el is várták, hogy az arcukkal bánjál rendesen. De azt szerették, mert látták, hogy... Hát nem, éppen beszélgettünk egy történetről. Mielőtt bejöttünk a stúdióba, igen. Igen, ott végig az volt az a Meg Ryan, ez a When a Man Loves a Woman című film, ha egy férfi igazán szeret, ja. Így jelent meg. Ott az volt a baj, hogy a nő, a főszereplő, Meg Ryan ugye azt szokta meg, hogy a televízióból jött, mint általában a sztárok, hogy a televízióban ismerték meg őt, meg szerették meg őt, hogy szívesen mennek majd megnézni őt moziba is. Így alkalmazzák a stúdiók, hogy tudják, hogy már be van járatva, azon túl, hogy egy szimpatikus ember. Csak azt felejtette, hogy egy alkoholistát játszik abban a filmben. Egy igazi alkoholistát, nem fröccstől rúg be, hanem vodkától naponta. Egy barátnőjével, aki ráveszi az iskolába, ahol ő is dolgozik, hogy menjenek el. És a vége mindig az, hogy általában részegség a vége, de igazi, rosszul létig. Most őt úgy ábrázolni, hogy a Meg Ryan képet is megtartsd, az a közönség számára, aki a tévében szerette, meg azt az alkoholistát, akit egyébként játszik ebbe a filmben. A kettő között talán egy balanszot, ez nem egy egyszerű dolog, de ezt szerintem megtaláltam. És az volt, hogy végig csináltuk nagyon, nagyon szépen a filmet, csináltam egy próbafelvételt vele, és ketten néztük meg, és azt mondta, hogy köszönjük szépen, pontosan így, nagyon jó. Majd utána indult a film, és ugye elbiztosítanak mindenki egy idő után, hogy néz ki, meg mindenből, meg ugye ettől az alkoholista dologtól is félt szerintem. És volt egy angol sminkes, mindig angol sminkeseket használnak nagyon sok nagy amerikai sztár, szeretik őket. Azok meg ugye szeretnek ott maradni, mert ugye ez nagyon jó dolog van akkor, hogyha egy sztár ragaszkodik hozzájuk, hogy az ő sminkese, megy a következő filmbe, meg a következő filmbe, és meg van mindig védve, mert a sztár megvédi őt, tehát az ő pozíciója erős. Viszont elvárja tőle, hogy állandóan képet adjon neki arról, hogy ő hogy néz ki, mert hogy ő jön mustertni. Na most miután a sminkösek kezdenek legkorábban, mint tudjuk mindenki, reggel 5-kor, 4-kor, mert hogy akkor jön be a színész, meg kell csinálni, ez másfél óra, és aztán kezdünk forgatni, este meg vége van a 12 órás, a minimum 12 órás munka, után megyünk megnézni az anyagot. Na most ez a pacák effektív, ez a sminkes, ez az angol sminkes, minden alkalommal, ahogy leoltották a lámpát, mert utána ott ültünk egy sorban, abban a pillanatban elaludt körülbelül. Tehát ő nem látta soha, de reggel kérdezi őt a Meg Ryan, amikor beül a székbe, a sminkes székbe, hogy néztem ki. És akkor valamit mondani kell, miután nem emlékszik semmire, mert nem lát. Akkor azt mondja, hogy hát azért a Lajos jobban is törődhetne veled. Na ez a mondat elég egy ilyen. És akkor elkezd mondani a producernek, hogy hallom a sminkesemtől, hogy a Lajos nem elég. És akkor megy egy ilyen körbe-körbe. Szó szerint úgy dolgozik, mint egy rendőr. Szóval megáll az eszembe, hogy mit akar ez a paj. Hát pontosan annyira figyeltem rá, meg annyira vigyáztam. És akkor egyszer megállt egy helyzet, hogy be voltunk szorulva, éppen a Paramount stúdióban voltunk, emlékszem, és minden színész ott volt, éppen egy olyan jelenet volt, benne álltunk egy fölépített lakásnak az ajtajában, és érzem, hogy liheg valaki, szó szerint, a nyakamon. Nézzem, és ott áll a sminkes. Na, mit csinálsz itt? Hát, hogy ott van egy árnyék. Milyen árnyék? Hát, hogy itt van a szemben, hogy... Mondom, mondd meg neki, hogy ne menjen sehova egész nap, álljon egy helyben, és akkor nem lesz. Akkor semmi nem. Hát nem gondolod, hogyha innen elmegy, hogy nem fog történni valami közben, amin átmegy. Egyébként is akkor megfordultam, és elkezdtem ordítani, és ezt nem tudtam, hogy én erre képes vagyok. Mindezt angolul ráadásul. Elkezdtem el ordítani, hogy kiküldött téged ide, hogy miért vagy, mit csinál? Hogy mit csinálsz? És olyan balhét csináltam, hogy a vége már mindenki azt nézte, ugye, mert műsor volt, és a vége megállt a levegő, megállt, azt mondták, hogy na most menj, producer jött, hogy mindenki ki. Kiment, én már fel voltam készül, hogy na most megyek el innen, hát ez világos, hogy ennek vége van.
a színésznő elég nagy színű, az, hogy azt mondja a stúdiónak, hogy én így a koltéban nem tudom, nekem más kell. És ha nem fogadja el a sminkesemet, akkor mit tudom. Kiment mindenki, eltűntek. És hát mondtam, jó, most jön az angolul úgy van, hogy eljött a bitter moment, a keserű pillanat, és hogy most el fognak küldeni. De elkezdtem világítani a következő jelenetet. Nem foglalkoztam semmi, elkezdtem csinálni. Tudtam, hogy mi jön elvileg. Egyszer csak visszajön a producer, nem mondom, ahogy közeledett, most jön a mondat mindjárt. És azt mondta, hogy Lajos, kint leültünk, mindenki elmondta a véleményét, abszolút igazad van, és abszolút azt csinálod, amit csinálni kell az ember. Úgy néz ki, hogy ki kell, minden. És ez az ember, a sminkes, nem jöhet be többet a stúdióba, ez a döntés, csak televízión nézheti kint, ami tört. Na most erre aztán végképp nem számítottam, most mondom, jó, ez rendben van, ez ma van. De holnap jön a megtorlás, mondom, holnap jön a meg Ryan reggel, és azt mondja, hogy elnézést, de ő végig gondolta, nem aludt egész éjszaka, mondhat, amit akar, és hogy ő mégse akar velem dolgozni. Nem történt meg. Végigcsináltuk a filmet, a pacák ki volt szorítva, hála Istennek a dolog. De én azt csináltam végig, aminek a borzasztó jól nézett ki, és annak is megfelelt, amit játszott. És akkor elment a film, és akkor csak itthon vagyok már Pesten, és jön egy telefon, hogy egy japán cég, akik reklámot csinálnak Los Angelesbe, akik ők nagyon szeretnek nagy amerikai sztárokat használni, mert azzal tudják jól eladni a reklámjaikat, rengeteget fizetnek nekik ezért, hogy egy sminkanyagról lesz szó, ami a forgatás után, hogyha azzal nem most, akkor utána a természetesség jelenik, az a természetes ember jön ki. És hogy ők ezt csinálják, és ők megkérdezték a művésznőt, mert ugye a színész ilyenkor azt mondta, amit akar, a nagy sztár, hogy kivel kéne csinálni, és azt mondta, hogy a Koltait. És ez volt meg Ryan. Budapestről kérdettek Los Angelesbe egy 5 napos reklámforgatás. És így átadta meg Ryan, és várt. Hát meg, ez fantasztikus. Ezen mondom, hogy mert rájött, hogy én azt csináltam végig, ami neki kell. És pontosan úgy nézett ki, ahogy akart, és szerep szerint is úgy nézett ki, hogy kell. Szóval ez egy gyönyörű kapcsolat lett végül. Igen, semmi közünk, a mai napig semmiféle kapcsolat, nem is csináltunk többet. Őszán tönkrement, volt egy... Láttam, csinált egy nagyon rossz, úgynevezett faceliftet, ez nagyon rossz, egy nagyon rosszul sikerült. Ugye, hogy átoperálták a fejét. Hát, és nagyon rosszul sikerült. És nagyon nehéz volt neki ezt, utána visszakapaszkodni, hogy szerepet kapjon, hogy valahogy rendeződjön az arca újra. Ezek szerint a látás sok olyat, hogy olyanokat láttál, hogy a tönkre teszik a fejüket? Láttam sok olyat, és dolgoztam is sok olyan, akinek meg volt sem, akinek átmenetileg jó, csak ezek a dolgok, hogy nem tudják, megereszkednek. És újra kell csinálni. És ez egy-két év alatt... Ezt mindenki tudja, ezt nem? Ezt tudják, de úgy az a baj, hogy az elfeszti azt, amiért egy filmre jó, de a következőben már nem. És ez egy borzasztó nehéz játék az arccal, ez életveszélyes, azt kell mondani. Hát már le is dumáltál róla, marad így minden. Maradjon, én is mindig mondom felesége, és mindig azért, majd elmegyek meg, persze, Isten őrizze. Szívesen tanítasz egyébként? Most már nem, szóval úgy, hogyha elhívnak, hogy igen, kis akkor igen. Most adott tanap előtt külföldieknek tartottam, csak külföldieknek, mert itt vannak Magyarországon éppen egy ilyen vándorló cirkusz, olyan, hogy mindig mennek minden különböző városokba egyetemek, mennek körbe-körbe. Hol itt vannak, sokáig hol ott vannak, és ott megpróbálják összegyűjteni azokat az embereket, sok pénzért egyébként csinálják. És azok például behívtak, hogy a zongorista legendáját vetítettem nekik, és hát arról sokat tudok beszélni, és a lényeget, és mindig a lényeget, nem csak magamról beszélek, hanem a lényegről, hogy mi abban a filmben, amit nézni kell, meg hogy jött létre. És akkor ez jó, az jó, az ilyeneket jó csinálni. De úgy egyébként nincs bennem már olyan, mint régen minden. De nagyon sok helyre hívnak, nagyon sokat beszélek. Ez a sutyizás program is egy tanítás tulajdonképpen. Igen, abszolút. De ez úgy jó. Azért ez mondtam, jó, hogy szabad egyetem, de hát azt te találtad fel. Igen, tehát az... Ők találták ki, mert volt, igen, ez, tudod, volt ez a, te ismered az én történet, ez a Lajosing nevű dolog, ami abból alakult, hogy Lajosing, hogy olyat csinál, mint a Lajos, hogy lajosozzunk, uh-huh. És ebből ők kitalálták a sutyizást, ők. Ez ház is, ebből lett a sutyizás, és ez nagyon aranyos, szeretem is. De rendesen nem akarnál már az egyetemen, most már egyetemnek hívják a főiskolát? Voltam Egerben is nagyon sokáig most, aztán most annak is már úgy vége van. Nem, olyan nem ragasztom. Ráuntál? Ha nem fogok harcolni, filmet akarok csinálni. Jó, azt nem gondoltam, hogy... Igen, de hogy közben, ha valahova el kell menni, meg kíváncsiak rám, és még mindig kíváncsiak rám nagyon sokan, az akkor szívesen, persze. Mert hogy ez a, hogy mondjam, ahogy te dumálsz a filmről, meg az életről, az nem mindenki tud, különösen a képpel foglalkozók közül.
És akár rendező valaki, akár operatőr, mindenféleképpen azért a kép dominál. Most én meglepve tanultam tőled, hogy a rendező akkor azért nem biztos, hogy a képnek főszereplőnek kell lenni az életében. Egyébként eredetileg az volt az elképzelésem, hogy Milos Formanról foglak kérdezni, mert nekem az teljesen kézenfekvő volt, hogy nyilván ismered Milos Forman, mármint személyesen ismered. Sajnos nem. Nem ismertem személyesen, de ez egy érdekes dolog, hogy csak ígérve volt, hogy össze fognak hozni minket. Amikor még ez a ebben a Krexlibe együtt dolgoztak régen, azt mindenki ismerte egymást. A Tűzlabban, korszakban? Hát igen, akkor a Szabóék, meg mindenki ismer, ezek ismerték egymást, a cseh filmcsinálók, meg a lengyelek, ez akkor nagyobb volt az összejárás, meg szinte egyszer jutottak el bizonyos fontosabb fesztiválokra, és ott találkoztak. Szóval fönnmaradt például Pécsnek is egy jó viszony velük, az Anuszi is, ugye, aki nem a régen volt itt, ez mai napig barátok a Pistával, és ilyen Formannal nem, de érdekes, hogy akivel együtt ment el, az Iván Passer. Nem tudom, tudod a nevét. Iván Passer csinálta egyik legjobb, a legjobb cseh filmet. Tényleg? Ami az ott a címe, hogy Intim megvilágításban. Nem emlékszel? Nem. Fekete-fehér. Zseniális. Zseniális film. Ő kikerült, de azért a Forman előment, és ő kikerült, de egy iskolába jöttek, egyszerűen egymásnak írtak forgatókönyvet. És az Iván Passer ilyen második vonalba került, és mindig második vonalba maradt, ő megment föl. Amerikában? Igen. Aha. És az Iván Passer egyszer megkeresett, hogy csinálja azt a Stalin filmet, ami el is készült az HBO-nak, a Robert Duvallal, hogy azt én csináljam. És nem tudtam, mert mentem vissza a dolgokba. És így lett az, hogy a Willy meg éppen itt volt, a Zsigmond Willy Magyarországon, és a Willy azon megkerestek, és azonnal elvállalta. És akkor a Passer mindig, amikor talán mindig azt ígérte, hogy majd megyünk együtt a Miloshoz, megyünk együtt a Milos. És ez aztán elmaradt. Úgyhogy én nála nem voltam, New Yorkban sem, de és nem is találkoztunk soha személyesen, érdekes módon. De hát nem nagyon nagy tisztelője vagyok. Oké, természetesen mindenki nagyon nagy tisztelője. Sajnálom, hogy veled róla nem tudunk beszélni, de az, hogy téged pillanatok alatt elfogadtak, és komolyan vettek, az azért volt, mert nagyon jó volt a magyarországi iskola, vagy nagyon egyedi volt az, amit tudtál, mert azért mostanra ebben a beszélgetésben az ember elképzeli, hogy amit te vittél az óbudai színeiddel, meg fényeiddel, meg nem tudom micsodákkal, annak akkor nagy keletje volt, tehát hogy volt egy kelet-európai báj, vagy nem tudom, közép-kelet-európai báj, amire volt, nagy ütés volt, mert meg volt nekem akkor már az Angivera volt egy nagy ütés Amerikában, érdekes mondani, hogy az nagyon sokat jelentett. Tényleg? Angivera. Ezt sose gondoltam, az, hogy az nekem sokat jelentette. Igen. Na, de én itt éltem. Angivera volt az első filmemnek a kulcsa. Azért kaptam az első amerikai filmet. Hát ez fantasztikus. Igen, az Angivera volt a mexikói film, a Gabi. Uh-huh. Angivera, a Megáll az idő, Mephisto, ezek már mind megvoltak is. Ezek már nagyon, nagyon beszaladtak ott a világba rögtön. Tehát tudták, hogy ez az a srác. És aztán a Megáll az idő, különösen a stílus, hát én a Megáll az idő, ezt nagyon kevesen tudják. Én kis ilyen megkaptam akkor az Oscar jelölést. A Gandhi és a Blade Runner között voltam egy listán. A Gandhi és a Blade Runner. Hihetek. Ez egy New York-i lista volt. Ott voltam a tappon végig. Ezért ki is vittek. Kimentem, egy első osztályon kivittek engem akkor 83-ba. És az első osztályon repültettek, luxus lakosztályban voltam, minden újság, Los Angeles Times, első oldalán voltam, fényképpel minden. Együtt a Magyar Dezsővel, nem tudom, emlékszel, a Magyar Dezsővel diplomáztam együtt az Agitátorok című filmmel. Itt, aztán ő elment, és ott fogadott. Na, ő volt, én annyira nem beszéltem, kérdezted az angol, hogy a Dezső fordította az összes újságnak, amit mondok, ami gyönyörű volt, mert ő meg egy ilyen szép irodalmi angolt beszélt, mert azzal kezdte, hogy forgatókönyv és írást tanult ott meg. Úgyhogy nagyon szép volt. De mondom, minden, San Francisco Chronic, mindenhol ott voltam az elején, hogy jön a Koltai. Hát ez egy jó start, erős kezdés. Azután bejött 86-ban már ez az első megkívás, igen. És miért nem mentél ki úgy, hogy ott maradsz? Eszembe nem jutott. Soha, tudod, eléri az embert, hogy mész a Sunset Boulevardon egy nagyon jó autóval, mész le az óceán partjára, amikor akarsz, jó helyen laksz, jó helyen lakhatnak, mindened megvan. És hogy átbizseregre vetted ez az érzés, hogy hú, az iskolát, hát most én itt vagyok, amerikai vagyok, azt sem, amit akarok. Mert nekem mindig azt mondták, hogy te maradj itt, mert azt csinálsz, amit akarsz. Te csináld a következő. Neked mindig lett agentem, képviseletem, minden. Mindig alig vártam, hogy hazajöjj. A végén mindig alig vártam, hogy hazagyere. Ez egy fantasztikus dolog volt. Sőt, volt olyan később már, amikor már ugye annyit voltam már Amerikában, annyit utaztam, annyit volt, töltöttem a repülőn, ilyen 15 órás utak egybe repül borzal. Akkor, és a végén már azt mondtad, amikor már láttam a repülőt, ami jön itt New York-ba, állok, sose felejtem, álltam a
a repülőtéren, és az üvegen keresztül lehetett látni, hogy mennek a gépek, és állandóan azért, hogy Isten csak rajta lenni. Hogy vissza. Hogy ahogy megérkeztem, már mentem is volna vissza. Ilyen is volt. Annyira szorosan kötődsz ide? Annyira erős, annyira elegem volt, már inkább azt mondanám ebből az ide-odából. Azt értem. Igen, hogy is, és hát ez egy elég jó családba élek, hál' Istennek, nagyon nagy szeretetben, unokákkal. Hát, de úgy mentek volna veled, mint a szél, nem? Jöttek egyszer, jött a lányom, és mindig azon trükkölt, hogy léphet le, képzeld el. Jodie Fosterrel csináltam egy filmet, egy elég jó, és akart ott lenni minden. Ott is volt. Csak oda jött hozzám, állt egy ügyes, és azt mondta, hogy te, hát papának, mamának most lesz a születés, nem lenne jó, ha meglepném, hogy hazamegyek itt. Meg is történt. Mindenki örökölt, az összes gyerek, nem, hogy haza-haza? Szóval én haza, igen, haza nagyon, akkor eljutottam még ott, hogy csak haza, csak hogy legyen így az otthon. Az az otthon, hogy ott csinálj, ott ez csomó haldugság. És megvolt az a biztos tudásod, hogy te itt is azt csinálsz, amit akarsz? Hát ez volt úgy a jöttem akkor még vissza, mindig úgy jöttem vissza, általában arra vártam, hogy a Pistával, mikor a Szabó, amikor csinálok új filmet, az természetes volt, hogy akkor itthon vagyok. És mindig vártam is rá, mert ugye azért nem csináltam mindig olyan minőségi filmet, amikor, hogy végre csinálunk majd valamit, ami a világot is érdekli, meg hát rá tudod mondani magadat. És hát mi talán elég egyformán gondolkodunk, és mindig úgy beszélünk valamiről, hogy csinálunk filmet, hogy mi, ezt most mi mondjuk, mi ketten. Igen. Az a helyzet, hogy most hogy állsz ezzel a vajnaféle film ügyekkel? Tehát könnyebb neked itt most filmet csinálni, nem, ha akarsz? Nem tudom, nem hiszem, hogy könnyebb. Most fogunk csinálni, ha minden igaz, a Szabóval filmet, együtt újra. És egyelőre ugyanabban a processben vagyunk, tehát nem kivételeznek, ugyanabban vagyunk, mint mindenki más, aki bead egy forgatókönyvet. Úgyhogy most ez a forgatókönyv fejlesztés, amiből nagyon kétségeim voltak, az kiderült, hogy működik. És azt kell mondani, hogy az Istvánnak is működik. Hogy azt mondja, hogy igen, tulajdonképpen olyanokat kértek, meg olyanokat mondtak, ami tulajdonképpen teljesen. Tehát egyikötöknek sincs ellenére, hogy megbeszéljetek azt, hogy nekem mit akartak inkább, valaki mint a más? De most azt mondom én is, hogy nem olyat kérnek. Úgy néz ki, hogy tényleg érted vannak, hogy jó, ez sok időnek el kell tenni, míg ezt elfogadtam. Hogy ez tényleg úgy dolgoznak, hogy jól működik ez a társaság, most nem azért, hogy milyen eredmények vannak, mert ugye annak is megvan, hogy rengeteg jó dolog született, és eljutott a világban, ezt nyert, azt nyert, minden. Ez nagyon jó, mert ezt csinálja meg a következő évet, meg a következő évet, hogy hisznek benned, és továbbra is támogatják pénzzel. De működik ez a szerkezet, most működik. Jött egy csomó tehetség, nyilván, akik kint voltak a pályász, ezek most bejöhetnek, csomó ember, aki nem feltétlenül kell, hogy főiskolát vagy egyetemet végezzen ahhoz, hogy már hogy filmes szakon, hogy oda eljusson. Most elég szabad ebben, szabadon kezelnek. Van egy csomó a rendszerben, hogy az hogy működik pontosan, azt nem tudom, de most működik. Ez a helyzet, hogy most működik. És soha az életben annyi pénz nem volt a szakma, mint most. Igen, ezt mindenki ez szép egy lassan. Nagyon, hát emlékszel, hogy az volt a baj, hogy valaki filmet, és azt mondták, hogy nincs pénz. Persze, nincs, és nem is fölvettek hitelt, és aztán bedőlt ez az egész. Az a hiteles dolog, igen, hogy a bank előre finált, csak soha nem kapta meg vissza az államtól azt a pénzt, nem tudta visszafizetni, és akkor borzasztó dolog. És botrány. Most ebben rend van, igen. Most ebben rend van csinálva, és úgy megy az elszámolás, és pont tegnap hallottam olyan embertől, akinek el kell számolnia velük, egy gyártási ember például, hogy igen, nagyon halál pontosan kérik a dolgokat vissza, és hogyha valami nem arra lett költve, vagy nem úgy, akkor ezt meg kell indokolni. Szóval ez mondjuk rendben van. Tehát bizonyos értelemben rend van, és működik. Én nem tudok most semmi rosszat, remélem, hogy filmet fogunk csinálni. Hát meg én is akarok egyébként, meg rendezni is akarok. Hát épp ezt akartam mondani, igen. Hogy az nagyszerű, hogy nosztalgiából, vagy nem tudom, magától értetődően elmész igen. Újra operatőrnek, de hát nyilván a rendezés is érdekel most már, hogyha így belekezdtél. Van egy nagyon szép ajánlatom, amit nem tudom, hogy meglátjuk. Nem tudom, te ismered, de az Andrei Makine nevű ember, nem. Aki ott a Szovjetunióban nőtt fel, francia nagymamával, és hát francia anyanyelven, mert ugye közben ott járt az orosz iskolába, de mama otthon csak úgy beszélt velük. Ez egy igazi történet, és a fiú, aki végül is le tudott lépni, de csak a 70-es évek végén, 80, elment egy ilyen iskola, aki rendben, soha nem ment vissza, és Párizsba ment. És miután francia ott az anyja, elkezdett írni, és világhírű lett gyakorlatilag. Ez a könyv, amit nekem ajánlanak, Francia hagyaték a címe, megjelent Magyarországon, nagyon sok regénye egyébként, gyönyörű. És 2 millió példányban lett el. Tudjuk, hogy hát milyen példány. Hát akkor most mindjárt elszaladok megnézni. 2 millió példányszámon ment el. Elolvasom. A világban. Nagyon szép, nagyon szép. És ez érdekel. Erről a küzdelem az identitásról, arról szül, aha. Hogy egyszer voltál valaki, és megpróbáld visszaszedni, és a nagymama nem, soha többet nem tudott visszamenni. Egy gyönyörű szép történet.
és engem fölkértek egy francia producer, hogy gondolják, hogy élnem be. Pistát is szerettem, hanem Pista most nem tud, mert ugye saját film, de úgy néz ki, hogy én. Hát egyre úgy tárgyalok velük, hogy még szereposztást kell adnom, meg forgatókönyv változtatom. De hát ez nagyszerű helyzet, nem? Persze, éppen. Mert ez majd. Mondtam, hogy mindenképpen a Szabót megcsinálom, és majd. És mondták, hogy jó, nem kell sietni. Majd 19-ben valamikor, ha tényleg tudunk rá például. Nem egy olcsó film legyen. És nagyon jó színészeken gondolkodom. Jó, hát nagyon élveztem, sajnos ennyi lehetőségünk volt időben mára, és nagyon remélem, hogy majd egyszer még beszélhetünk, akkor, amikor már kész közelben van ez az újabb rendezés. Hát ez mert, jó, szép lenne. Mert azért érdekel ez téged eléggé még mindig, hát nem? Hát persze. Ez nagyon szép. De csak az ilyenek, amikor itt az volt a váratlan, hogy a kvalitást talált meg megint. Mert ha csak úgy megcsinálni egy filmet, meg lehet, nincs értelme igazán, de meg lehet. És ez most megint a kvalitás, megint egy jó anyag talált meg, és ez nagyon jó. Hát akkor reméljük, hogy lesz belőle igazi rendes film, amit 19-től akár forgatsz is. Mert azért nézni még nem fogjuk 19-ben, mert ez nem megy ennyire gyorsan. Szerintem 19 őszén talán forgatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Koltai Lajost látták. És jövő héten is lesz jégbüfé, heti jégbüfé. Nézzenek bennünket akkor is. Viszontlátásra!